üdvözlök mindenkit ezen a, ha nem is annyira szép, de mindenképp vasárnapi délutánon. Elérkeztünk a harmadik és nyár végi természetfotós túránkhoz. Hát reméljük, hogy ez most már tényleg hagyománynak fog számítani. Reméljük, hogy minél többször fogunk a továbbiakban is még összegyűlni így. Hát sajnos valószínűleg az idő miatt is picit kevesebben vagyunk, mint ahogy ezt az előző kettőnél már megszoktuk, de hát ilyen az élet. Reméljük, hogy a következőnél jobb idő lesz, és többen össze fogunk majd tudni gyűlni. Hát nyár van, nyár vége van, és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén fogunk végighaladni. Egy ilyen rövidebb útvonalom. Hát nyár végén viszonylag sok növényfajjal találkozhatunk. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a növények nagy része már vagy épp most virít, vagy már el is virított, tehát már érkezett leélni az életét, amit az évi ciklusa megszabott. Tehát az történik ilyenkor, hogy virágzó növényeket viszonylag keveset fogunk látni, de az is elő fog még fordulni, de még sok növénnyel találkozhatunk, tehát például a tavaszi évszakhoz képest. Tavasszal ugye a nagyon korán kihajtó növények azok általában nagyon gyorsan el is halnak, tehát azokkal a tavaszi növényekkel egyáltalán nem fogunk most találkozni, most egy teljesen más vegetációval találkozunk majd. Tehát ugyanez igaz az állatokra is, ilyenkor ha statisztikailag nézzük, akkor ilyenkor van a legnagyobb esélyünk rá, hogy állatokkal találkozunk. Ilyenkor a legtöbb madár, hüllő már lerakta a tojásait például, amik már ki is keltek. Tehát elvileg több van belőle, mint mondjuk kora tavasszal, amikor csak az áttelelő példányukat láthatnánk esetleg. A nagyvadak jelentős része is ilyenkorra már lehozták az új generációt, tehát ilyenkor láthatunk legnagyobb eséllyel majd vadakat is. Ezt is érdemes figyelni, ezért szerintem figyeljünk arra, hogy ne hangosan, ordibálva haladjunk majd az erdőben, hanem szépen csendben. Amit még mindenképp érdemes megemlítenünk, az, hogy a vadvédelmi rezervátumot azt 1974-ben hozták létre. Ebből ki lehet számolni, hogy akkor idén 40. éves, ugye a tanösvény, valamikor október 28-án, ha jól emlékszek, akkor lesz a születésnapja. A túrának a létrejöttéért idén, vagyis ez alkalommal nagyon sok mindenkinek lehetünk hálásak, tehát a túra fő támogatói közt meg kell említenünk mindenképp a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-t, a KMKS Ungvári járási szervezetét és a KMKS ifjúsági szervezetét is, akik mind-mind hozzátettek a túra létrejöttéhez. Amit még mindenképp érdemes tudni, ami újdonság lesz idén, az, hogy a túra végén egy kisebb, nem is vacsorára és nem is ebédre, de egy ilyen kis uzsonnára, úgymond várjuk majd szeretettel a túrázókat. A KMKS ifjúsági szervezete, ha jól tudom, akkor hamarosan főz egy, vagyis már el is kezdte talán főzni nekünk egy finom bográcsos ételt. És akkor még át szeretném adni a szót a KMKS ifjúsági szervezet elnökének, aki mond majd néhány szót még nekünk. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mikor fölmerült a lehetősége annak, hogy a KMKS is csatlakozhat a KMKS Nagydobrony alapszervezetéhez, a túra szervezésében, örültünk neki. Miért is örültünk? Mert a túra céljával a szervezet célkitűzései is egybe csengenek. Egy túra, egy fotós túra, ugye a fotózás az növeli a kreativitást köztudottan, kreatív emberekre pedig szükség van Kárpátalján. Ezen kívül egy ilyen túra az nem csak a fotósoknak kedvezhet, hiszen megismerjük vele környezetünk, megismerjük azt a növényzetet, ami minket körülvesz, és talán
sokak számára így válik világos, hogy mennyire fontos is ennek a bizonyos környezetnek a megóvása, hogy aztán 50 év múlva is hasonló túrákra kerülhessen sor. Ezen kívül remek csapatépítő egy ilyen túra. Sajnos az idő az most olyan, amilyen, de ahogy Laci mondta itt az elején, annak örüljünk, ami van. Ez van, ehhez kell alkalmazkodni, egy jó fotós mindig mindenütt megtalálja a témát, és alkalmazkodik hozzá. Ahogy említették, a túra végezetével lehetőség szerint egy nagyon finom bográcsgulyással várunk szeretettel mindenkit az ifjúsági szervezet nevében. A túrázóknak pedig jó túrát, tartalmas kirándulást és szép fényeket, helyzethez mérten szép fényeket és szép fotókat. Köszönöm szépen. Még akkor átadnám a szót Fülöp Lászlónak, aki... Én is köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye természet, tehát én nem igazán tartozom a nagy természet fotósok közé, max a megtervezésben tudok segíteni. Amit a Jóisten elénk adott, az olyan, mint egy festmény. Ahhoz kell egy festő, és jelenleg ma szerintem mi leszünk ezek a festők, akik megpróbáljuk megtalálni azokat a helyeket, szépségeket, olyan pici, apró természeti csodákat, amik itt vannak az órunk előtt, és mások nem vesznek észre. Remélem jó lesz a túra, és hogyha valakinek technikai vagy ilyen segítség kell, amennyiben tudok adni, vagy valami újat tudok mondani, akkor szívesen állok a rendelkezésére mindenkinek. Köszönöm! Szeretnénk megkérdezni, hogy hogy érzed itt most magad? Hello, én már harmadszor vagyok itt ezen a fotós túrán, és nagyon tetszik, nagyon sok élményekkel lehetek gazdagabb, mivel hogy megismerem falunk környezetét, az erdőt és a többi növény élőlényeket, amiket itt láthatunk. Szerintem nagyon érdemes eljönni az embereknek ide, mert megismerhetik ők is a környezetüket. Köszönöm szépen! Szeretném még megkérdezni, hogy hogy állsz a fotózással, tehát szereted ezt csinálni, illetve hogy küldesz-e be képeket a nyereményekért ehhez? Hát nekem a fotózás az egyik hobbim, és nagyon szeretek fotózni. Remélem, hogy sikerül olyan képet csinálni, hogy be tudjam azt küldeni, ami tényleg tűrhető és tetszetős lesz. Értem, rendben. Hát sok sikert kívánunk hozzá és jó túrázást! Megkérdezni itt közben a Nagy Dobrony Online TV-nek, hogy először vagytok-e itt, hogy érzitek most magatokat? Először vagyunk itt, köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, Tiszaújlakról érkeztünk, és tetszik, nagyon tetszik. És hol tudtatok erről a túráról, hol hallottatok pontosabban? A MKS ifjúsági szervezetétől hallottunk, ők ajánlották fel, ők kérdezték meg, hogy szeretnénk-e jönni, vagy nem, és tetszik. Nagyon szép a hely is. Tetszik. Nagyon örülünk ennek, és a fotókat hogyan készítitek? Tehát Fülöp Lászlótól hallhattunk pár tanácsot. Ezt figyelembe veszitek esetleg, vagy az érzéseitekre? Próbáljuk. Hát amit sikerül, megcsináljuk úgy, hogy ő mondja, ha nem, akkor, hát akkor sikerül. Nem. És fogtok el küldeni be képet? Hát ezt még nem tudjuk, szerintem igen. Remek, mindenképpen. Jó, további szép időtöltést, köszönjük!